Nicolas Cage motoros kaszkadőrje volt egy kisteleki hétköznapi hős, Tápai Tamás. A Szellemlovas második részében vállalta veszélyes jeleneteket a hollywoodi sztár helyett. Tápai Tamás 7 éve motorozik. A filmesek az interneten fedezték fel. Közösségi oldalakon látták mutatványait, és azonnal megkeresték. Szakadt az eső, egy repülőtéren játszódott a dolog. De nagyon tetszett a rendezőnek, hogy szakadó esőbe is meg tudtam csinálni mindent, amit ő elvárt. És hát a nap végére mondta, hogy fel vagyok véve. Magáról a filmről persze nem mesélhet Tamás, hiszen titoktartási szerződés köti. Azt mondja, olyan trükkre is vállalkozott, amiről a filmesek azt hitték, csak számítógéppel lehet megvalósítani. Aztán megmutattam nekik, hogy ezt élőbe is meg lehet csinálni, nem csak animációval. Tamás munkájával a forgatáson egyébként zárkózott Nicolas Cage is elégedett volt. Egyszer ott járkált a forgatáson, és akkor oda jött hozzánk, hogy akkor csináljuk meg azt a képet, amiről szó volt. Aztán megtiszteltetésnek vettem, hogy nem is nekem kellett kérni. A fiatalember szívesen filmezne másokkal is, de igazi vágya, hogy minél eredményesebb motorversenyző legyen.